Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A belső istennő. Ez volt a nőnapi akciós jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás A.2021 részére. Kedves A.2021, üdvözöllek téged, ez a te videód. Először megnézzük a kirakásnál, hogy mit mutatnak a kártyák, utána áttérek az asztrológia területére, itt a nőiességről és a szerelemről van szó. Ez a kép ott fent mutatja a jelenlegi helyzetedet. A négyes szám itt arra utal, hogy szükséged van egy alapra, a biztonság érzetére. Ez utalna a föld elemére, de a képen a kardok, azok a levegő elemét mutatják, a gondolatokat, az ötleteket, és nehéz elképzelni most azt, hogy tudnád ezt megvalósítani. Ami előnyös ennél a kártyánál, ez a könnyűség és a beszélgetések, ez fontos számodra, hogy meglegyen ez a kommunikáció kettőtök között. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy hogy látnak mások téged. Itt ezen a képen szintén a levegő eleme érezhető, ami utal kommunikációra. Mások kedvelnek téged, mert szívesen beszélgetnek veled. Tudják, hogy okos vagy, vannak jó ötleteid, jó döntéseket tudsz hozni. És most megtekintjük azt, hogy milyen változások lesznek nálad. Egy férfi kihat rád, kihat a sorsodra, megváltoztatja az életedet. Lesz itt egy új irány, egy közös életút. Amit ez a kártya még mutat, hogy uralkodni fogsz a helyzeted felett, a sorsod felett, a gondolatok és az érzelmek felett is. Azon kívül megkapod a megbecsülést, mert mások úgy látnak téged, mint egy uralkodó nő, és megkapod a megbecsülést, az elismerést. A következő kártya mutatja a nőiességedet, a belső istennőt, a Vénusz bolygó energiáját. Ezen a képen a hetes szám a hold energiáját mutatja. A hold kihat az érzelmeinkre, a vágyainkra, a reményeinkre és az álmainkra is. Itt érezhető ez a vágy, ez az elképzelés. Amit a kardok ennél a kártyánál mutatnak, az a levegő eleme. Tehát itt van egy kapcsolat a víz eleme és a levegő eleme között. A víz eleme mutatja az érzelmeidet, a levegő eleme a gondolataidat, a könnyűséget is, de hiányzik a bázis. Hiányzik az az érzés, hogy ezt te átéled, hogy ezt te meg tudod valósítani. Ha megnézzük ezt a képet, itt megújulásokról van szó, mint egy újjászületésről. Ahhoz, hogy mind az beteljesüljön, amiről álmodozol, másképp kellene ezt a nőies energiádat, ezt a belső istennőt élni. Mégpedig az kellene, hogy kivirágozz. Legyél ennek tudatában, hogy te szép vagy, megvan a vonzó erőd, mások észrevesznek téged, ez a férfi szeret, és mások látják
ezt a szépséget nálad, de te még kicsit bizonytalan vagy. A következő kártya azt mutatja, hogy mi gyengít téged. Ezen a képen látható egy király, és ez a király uralkodik a tűz eleme felett. Az jelenti az ő bátorságát, lelkesedését, utal testi kapcsolatra is. Ez akkor kellemes, de ez a kártya mutatja azt, ami téged gyengít. Ha ez a férfi visszahúzódó, mert nem tudja a múltat elégetni, szimbolikusan mondom ezt, ez azt jelenti, hogy nem tudja lezárni a múltat, akkor az gyengíti a kapcsolatot, és gyengít téged is. Persze a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és arra is utalhat, hogy te bátor vagy, vannak terveid, de valami fogva tart a múltból. Én úgy mondanám, hogy ez a kártya mindkettőtökre vonatkozik. És mi erősít téged, azt mutatja a következő kártya. Ez a kép utal a belső harmóniára. És ha megvan nálad ez a nyugalom, és érzed ezt a belső erőt, akkor pontosan ez az, ami téged erősít. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy alakulnak a dolgok a szerelmi élet területén. A 8-as szám. Ezen a képen arra utal, hogy van még egy kis húzavona. Felteszitek a kértést, tegyem vagy ne tegyem, így legyen vagy úgy legyen, de ez a kép a kelyheket szimbolizálja, ami érzelmekre utal. Ő szeret téged, te szereted őt. Itt a képen is látható két lepke, két madárka, két hattyú, két bogárka. Tehát mindig ez a kettes szám, ami párkapcsolatra utal. Itt kialakul köztetek ez a párkapcsolat. A következő kép mutatja a jövőt. Itt kivirágzik valami kettőtök között. Itt érzelmekről van szó, mert a kelyhek erre utalnak. Azon kívül látható a szív, tehát itt lesz egy párkapcsolat, mert szeretitek egymást. És most megtekintjük az asztrológián keresztül, hogy mit közöl számodra Vénusz bolygó. Abban a pillanatban, amikor megszülettél, ahol születtél, a rák jegye kelt fel a keleti határon. Az indiai számítás szerint ez a te aszcendentusod. Az mutatja a külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről van szó, amit mások is éreznek. Kimutatod az érzelmeidet, segítesz másoknak, te érzékeny vagy, és ha valaki megsért téged, akkor hajlamos vagy arra, hogy visszahúzódj. A rák jegye utal családi kapcsolatokra, egy otthonra, ami számodra nagyon fontos, de itt van egy misztikus jelentése is, a rák jegye mutatja belső otthonunkat, és ha meditálsz, akkor itt ebben a belső nyugalomban megtalálod az élet erőt. Azon kívül, ha hallgatsz a belső hangodra, akkor mindig ott vagy azon a helyen, a megfelelő időpontban, ahol kell lenni, ami számodra előnyös vagy szerencsét hoz.
Vénusz bolygó. A horoszkópodban a Szkorpión jegyében van, az ötös életházban. A Szkorpión jegye szintén a víz eleméhez tartozik. Ez azt jelenti, itt is érzelmekről van szó. A Szkorpión jegyéhez tartozik a testi kapcsolat. Tehát megvan ez a nőiességed, ez a kisugárzásod. Az ötös életház az utal a gyermekekre, de az élet örömre is. Kétú a lefele mozgó hold csomó, ez egy kármikus csomó, ami utal a múltra. Kétú most itt mozog a Szkorpión jegyében jövő év márciusáig, tehát itt vannak nálad kármikus témák a szerelmi élet területén. Nem csak Vénusz bolygó itt a Szkorpión jegyében utal erre, hanem nálad van egy visszatekintő Mars bolygó, ami szintén kármikus témákra utal. Nálad Mars bolygó a Bika jegyében van, és ott mozog jövő év márciusáig Ráhu, a felfele mozgó hold csomó. Szintén egy kármikus csomó, de ez mutatja a jövőt. Egy új lehetőséget, egy új életterületet, új kapcsolatokat, vagy egy kiutat, és pontosan ezt a kiutat keresed, illetve a lelkednek van erre szüksége. Mars bolygó a Bika jegyében nálad a 11-es életházban van, ami utal a baráti körre, de ez a remények háza is. Az, amit elképzelsz, ami a jövődet illeti, ebben kell, hogy higgy, mert ez a remény, és pontosan ez lesz ez a kiút, ezek a kármikus témák, ami most téged érint. Kedves A. 2021, ez volt ez a nőnapi jóslás. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!